németek egy éjjelen nem védték tovább Budát. Összegyűlt mindegyikük 40 000 szoldát. Jéghideg éjjelen mindjük sisakosan. Magyar testvéreim! Ma este olyan magyar és német ősi halottak előtt tiszteltünk, akik 52 éven keresztül elhallgatott a magyarországi bolsevik diktatúra épült, mint a vele egytől fakadó liberál bolsevik. Jókuk volt és jókuk van ma is, hogy elhallgassák becsületnapi megemlékezéseket. 1945. február 11-én este 8 órakor a bolsevik ostromgyűrű feltörésére induló 43 900 magyar és német vitéz számára kötéssége szembeni harc, a megnyomalkuvás és az önfeláldozás fényes szimbóluma lett azoknak az embereknek, akik ma ebben a kifordított világban még őriznek valamit a régebbi korok harcosainak szellemét. Szeretettel köszöntöm én is a megemlékezőket. Miért is kell megemlékezni? Sajnos az ember olyan, és ez nagyon sokszor csatlakozik a történelemírás és a történelem oktatás is, hogy egy vesztes csata után az ott elesett hősöket nem említi hősként. Nem is gondol arra, amit ők tettek, csak arra gondolnak, hogy egy bűnös, vesztes csatának voltak ők a katonái. Pedig ez nem így van. Annak idején emlékezzünk vissza, az országban nem igen emlékeztek meg Trianonról, június 4-én. Jobbik volt az, aki országos szinten elkezdte szervezni a megemlékezéseket, és már eljutottunk oda, hogy kifordított módon de a naptárban szerepel ez a nap, és szinte már nincs olyan város az országban, ahol ne emlékeznének meg a gyásznapunkról. Nem akkora méretű, de szintén gyásznap ez a mai. És emlékeznünk kell. És nem arra kell gondolnunk, hogy egy vesztes csatának a harcoló felei voltak azok, akik ezen a napon elhúltak nagyon sokan, hanem arra kell emlékeznünk, hogy nagyon sokan magyar hősök voltak, magyar katonák voltak. És hogyha megemlékezéseinket tartjuk, mi már többedik alkalommal itt tartán, hát ha elérjük azt, hogy végre ez a nap is bekerülhet a naptárba, a történelem könyvekbe, persze igazságos szinten feltűnhet a történelem könyvekbe, és a történet írásban is mindenki a becsület napjának nevezi. És miért a becsület napja? Azért a becsület napja, mert az a több mint 40 000 katona az úgy indult el, hogy előtte vért merejtékezve tartotta az orosz hordó Budavárát. Nem engedte, hogy ez a brutális és nagyon sok személyekben civilizálatlan horda elárasztja a fővárost. De elkövetkezett az a nap, amikor már nem lehetett tovább tartani. Vállalták a küzdelmet, vállalták a sebesülést, vállalták a halált, vállalták a hadifogságot, és vállalták azt is, hogy hősként bár, de túlélői legyenek ennek az ütközetnek. És ott mind úgy élték tovább az életüket, hogy elmondták, ahol csak lehetett az igazságot. És ott mi történt akkor, és miről szólt ez az ütközet. Így hajtsunk fejet, így emlékezzünk, és így tartsuk éberen a megemlékezés lángját. Köszönöm. Nézem a házak falát, golyónyomok, golyónyomok, ronda golyónyomok. A szén a tér, látom, hogy ég, és kik elbújtak ott. Bújt a pincébe apám is, anyám is, míg a szoldátok üvöltve halálig. Így megyek, én így megyek a szén a téren át. Így megyek, én így megyek a szén a téren át.